A Vantage Tires zöldüzemű infokommunikációs tornyokkal, DAS és elektromos autótöltőhálózattal járul hozzá Kelet-Magyarország, így Debrecen digitális infrastruktúrájának korszerűsítéséhez. Hangzott el a keddi szakmai konferencián a Kölcsei Központban. Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere úgy fogalmazott, Debrecen okos város, okosan használja a helyben meglévő tudást, illetve zöld város is, hiszen az élet minden területén a zöld szemléletet tartja szem előtt. A jövőbeni tervekről elmondta, egy városirányítási központ létrehozása a cél, amely alkalmas lesz egyrészt arra, hogy digitális technológiával valós időben tudják a város forgalmát irányítani, ezzel is környezetbarátabbá téve a közlekedést. Az alpolgármester hozzátette, Ezeknek a céloknak az eléréséhez elengedhetetlenek a korszerű informatikai hálózatok kialakítása. Barcsa Lajos alpolgármester pedig úgy fogalmazott, Debrecen a jövő városa. Kiemelte, a civis városa jövőben az elektromobilitás egyik európai központjává válhat, hiszen a járműipar egyik vezető óriás cége, a BMW leginnovatívabb gyára épül a város mellett. A beszédek után a Vantage Tower szakemberei az 5G, a DOS rendszer és az elektromobilitási tornyok szerepéről tartottak előadást, amelyek hozzájárulnak majd Debrecen infokommunikációs korszerűsítéséhez.